Szeretettel köszöntök mindenkit. Gyakran mondják, hogy az el nem mondott élet nem igazi élet. A szemtanú nélküli élet nem valóságos élet. Anélkül, hogy ezen állítások igazságát eldöntenénk, azonban mindig izgalmas arról olvasni, hogy egy ugyanazon ember életét hányan, hányféleképpen mesélik el, és a sok történetből milyen személy rajzolódik ki. A hang és eleméről szóló emlékkönyv valami ilyesmire vállalkozik. Többféle darabból több hang alkot életet, formál embert, mozaikszerűen felvillantva aspektusokat, színeváltozásokat és konstellációkat, amelyek hang és elemért jellemezték. Ahogyan bátyja, Hang és János fogalmaz. A prizma a tiszta fehér fényt, a szivárvány ezer színére bontja. Az emlékkönyv az ellenkezőjére törekszik. Különböző tanultságú, hivatású, egyéniségű és tapasztalatú egyének emlékeiből alakít ki egy remélhetőleg valós képet egy társunkról. A sok szín, sokfajta emlékezés, sokféle karakteren, emléken, hőfokon átszűrődött kép, bízunk benne a lehető leghűbben mutat fel egy embert a maga sajátosságaival, terveivel, törekvéseivel, nehézségeivel és igazával. Hát, vajon sikeres-e ez a vállalkozás? Én nagyon izgatottan ültem le ezt a vaskos kötetet elolvasni, és azt reméltem, hogy végre megtudom, hogy ki ez a sokunk által polihisztorként, egyfajta posztmodern reneszánsz emberként tisztelt tudós. Én csupán párszor találkoztam vele személyesen 2014 őszén, amikor jött Kőszegre, és emlékszem, hogy bejött az irodába, és kérdeztük tőle, hogy hogy van professzor úr? És akkor mindig azt válaszolta, hogy jól, de maguk hogy vannak? Az a fontosabb kérdés. Tehát ő ekkor is visszakérdezett, és igazából a szót mi ránk terelte. És így utólag olyan érzetem van, mintha picit csak átsuhant volna az életemen, és már tova is tűnt. Tehát nem ismertem igazán. Olvasva azonban a személyes visszaemlékezéseket, meglepődve tapasztaltam, hogy másokban is ez az ismeretlenség érzése sokszor megmaradt. Pedig sokan évtizedeken át dolgoztak vele, beszélgettek vele, Balatonon nyaraltak, rizikójátszmákat játszottak, kutyát sétáltattak. És igazából azt kérdezném, hogy vajon ő lehet az, akit mindenki, de senki sem ismert. Néhol azt olvashatjuk a kötetben, egyik barátja írja, nem állíthatom, hogy igazán ismertem elemért. Nem merném azt mondani, hogy jól ismertem. Újra azt olvashatjuk pár oldalak, és mindenki úgy érezheti, hogy van egy autentikus hangkisképe, pedig egészen sohasem mutatta magát senkinek. Felesége írja róla. Sokan szerették, tisztelték, de hogy ki értette meg igazán? Sokan mondják, írják, hogy titokzatos volt, és zárkózott, zárt, és zavarba ejtő. Nem tudták hová tenni sem politikailag, most akkor jobboldali, vagy baloldali, sem szakmailag. Hankis Ungvári Tamás is írja róla, Hankis minden élethelyzetben teljességgel idegen volt, és idegen maradt. Ez meghökkentő volt számomra, de azt gondolom, hogy ezt nem kell szó szerint érteni. Az az ember, aki definiálhatatlan, aki nem áll be sem ide, sem oda, aki nem kategorizálható, valamelyest mindig ismeretlen, mindig idegen marad a körülötte levők számára. A kötet egyik szerzője, Szilágyi Ákos, ezt személyes megfoghatatlanságnak hívja. Meghökkent, hisz nem igazolja vissza a kötelező kulturális kódokat. A megfigyelés, a vizsgálódás és az örök kérdezés szerepét választja, amely azonban egy picit el is szigeteli. Ez a személyes szabadság, noha a belső szárnyalás és játék, és tudjuk, hogy milyen fontos volt elemér számára a játék, egyben magányt is jelent. Szellemi és intellektuális magány ez, a gondolatok párnázott, puha, buborék univerzuma. Zédényi Lili felesége így ír. Igen, idegen volt, következésképp magányos. Elemér egy kedvenc versére utalva írja, néha harangokat katott, untalan, de saját kényére szabadon. Nagyon érdekes volt számomra, hogy fia Ádám elemérnek hívja,
az írásában, Zétényi Lili pedig e-ként szólítja végig az utószavában. Ezzel is, mintha védené ezt a kis buborékot, ezt a kis burkot, ami meghagyván egy pici szeletet, amit a nagy közönség soha nem láthat. Azért a kötet egésze, hogyha elolvassuk, az emlékezéseken túl sokkal gazdagabb képet nyújt Angis eleméről. A személyes emlékezésekben az nagyon tetszett nekem, hogy ezek az anekdotikus, személyes történetek festették róla ezt a sokszínű képet. A leghétköznapibb jelenetektől olvashatunk a könyvben a legismertebb sztorikig. Aztán, és az első részt, ezek a személyes emlékezések teszik ki. Aztán van a második rész, ahol tanulmányok szerepelnek, ott pedig 11 tanulmány teszi föl újra a Hankis által, vagy már feltett kérdéseket, vagy gondolja őket újra, viszi tovább, vagy Hankis munkássága által ihletve tárgyalnak különböző témákat, legyen az irodalomtudomány, filozófiai antropológia, vagy szociológia. Aztán a harmadik részben Hankis elemérnek tehát a kőszegi, az életének a kőszegi vonatkozásairól olvashatunk, és itt már Miss West professzor úr elmondhatta, hogy mennyire fontos volt számára a kőszeg, és ebből a részből egy picit meg is tudhatjuk, hogy miért itt van ez az intézet, miért volt olyan fontos, hogy Magyarországnak ez az első igazi advanced study típusú intézete itt Kőszegen legyen. Ez egyfajta intellektuális otthon kíván lenni. Nem csak elemér számára lehetett az, de igazából egy ilyen közösség formáló erő szeretne lenni, ahol a kreatívan gondolkodhatnak együtt a kíváncsi emberek. Utána a negyedik rész az interjú részleteket tartalmaz, nekem ez nagyon tetszett ez a rész. 1991 és 2012 között napi heti lapoknak adott interjúkat olvashatunk, és itt aztán elemér bravúros szófordulataival találkozhatunk, akár könnyeden, akár halálosan komolyan beszél fontos társadalmi problémákról, a társadalmi párbeszéd közéleti kerekasztal szükségességéről, vagy akár az életértelméről, attól függően, hogy az adott interjúnak mi a témája. Aztán van a dokumentum részben két levél, amely igazából elemérnek ezt a politikai benemállását a különböző táborokba példázza. Nagyon, nagyon tanulságos az a két levél, és aztán a kötetet pedig Zétényi Lilinek az utószava zárja. A kötethez tartozik egy DVD is, amely Csortos Szabó Sándor portréfilmjét tartalmazza, Idegen a világban, és érdekes, hogy azt írja róla, Csortos Szabó Sándor, hogy bízom abban, hogy a könyvhöz mellékelt DVD megtekintése után az a Hankis kép, amit őriz magában az olvasó, árnyaltabb lesz, és ha csak egy pillanatra is, de láthatóvá válik benne elemér. És akkor itt ismét visszatér ez a motívum, hogy legalább egy picit megismerhetjük, ha nem is teljességében. Én azt hiszem, hogy generációtól függetlenül mindenki számára pont annyit nyújt a kötet, hogy inspiráljon mindenkit, generációs hovatartozás, iskolázottság, nemi hovatartozás nélkül, hogy olvassa elemérnek a tanulmányait. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog. Ez a legnagyobb erény, amit a kötet elérhet. És azt gondolom, hogy talán elemér számára is ez lenne a fontos. Hiszen a gondolatait, az életéről mindig olyan szerényen beszélt. Azt írta, hogy az én életem nem titokzatos és nem látványos, élek, ahogy élek. A gondolatai azonban, azokat mindig igyekezett megosztani, hiszen azok nem öncélúak voltak. A változtatni akarás, az emberek, a társadalom jobbítása, annak művelése által olyan aspiráció, amely minden szövegből, interjúból
tanulmányból árad. És utána nagyon érdekes az emberi lét értelme és annak a kérdésköre, és az, hogy hányan elgondolkoznak azon Hankis kapcsán, hogy az emberi létnek az értelmét, miben is áll a Hankis gondolatvilágában. És igazából a kötetben egy helyen találtam egy esetleges, talán egy verziót, egy esetleges válaszra, hogy tulajdonképp mi is az életértelme. A Doszpod Bélával folytatott interjúból idéznék: az élet izgalmas azért is, mert el lehet passzolni azt az egyetlen lehetőséget, amit az ember kap arra, hogy valamit csináljon ebben a világban. Hogy ne kelljen megszégyenülten a hiába valóság keserűségével a lelkében nyomtalanul eltűnnie abban a bizonyos semmiben, vagy ismeretlenben. Ahogy Adi mondaná, minden ember fentség, éjszakfok, titok, idegenség. A falusi kiskanász vagy a taxisofőr épp úgy, mint Nietzsche vagy Michelangelo. Azt, amit ő láthat meg a világból, az soha senki más úgy, ahogy ő nem láthatja meg. És ha ő átalussza, átbambulja, átserénykedi az életét, ha nem próbálja meg kifényesíteni azt a bizonyos talentumot, akkor a világ egy színnel szegényebb lesz. Az ő élete meg legalábbis ebből a szempontból értelmetlenebb. Ettől persze még lehet kitűnő kanász, sofőr vagy akár filozófus. A sok érzékletes kép, gondolat közül nekem ezek voltak a kedvenc soraim a kötetben, hiszen az emberi életnek a sokszínűsége, az abban rejlő törékenység és erő, az számomra is egy örök kutatandó rejtély, és ebben a pásorban én is egy picit otthonra találok abban a világban, ami számomra is néha úgy félelmetes, meg olyan idegen. De azt hiszem, hogy Hankis Elemér élete csak úgy, mint a kiskanászé, vagy Michelangeloé, nem volt hiába való, és nem tűnik el nyomtalanul, hiszen emlékszünk rá, és minket is folyamatosan gondolkodásra és kérdezésre inspirál. Úgyhogy én mindenkit szeretettel invitálnék, hogy a kötetet olvassa el, vaskos, de nagyon olvasmányos, nagyon, nagyon gondolatébresztő és érdekes. Szeretettel köszöntök mindenkit, és először is akkor köszönöm a kedves szavakat a kötetről, lesz számomra nagy öröm ezt hallani, mert hogy ugye, lévén a kötet szerkesztője, hogyha dicsérik a terméket, akkor annak én nyilván örülök. Nem csak magam miatt, hanem azon ember miatt, akiről szól a kötet. De nem ezzel akartam kezdeni, hanem igazából azzal, hogy most már negyedik éve járok le Kőszegre, és mindig nagy örömmel jövök, és mindig sok élménnyel gazdagabban távozom, és most is szeretném megköszönni a meghívást. És a Helikon kiadó igazgatójának, Szász Zsoltnak az üdvözletét is tolmácsolnom kell, aki sajnos megint nem tudott eljönni egyéb elfoglaltságai miatt, de szokás szerint elküldött engem, hogy képviseljem a kiadót. Nos, ami közvetlenül kapcsolódva ahhoz, ami az imént elhangzott, és hogyha próbáljuk egy picit megfejteni Hankis Elemérnek valóban titokzatos lényét, akkor nekem is van egy a könyvből származó esetleges megfejtésem, nyilván a sok-sok egyéb megfejtés közül ez az egyik lehet. Valamelyik interjúban mondja Hankis Elemér azt, hogy minden embernek időről időre fel kell tennie azt a kérdést magának, hogy azzal, amit ő élt és csinált, hogy azzal a világ több lett-e, jobb lett-e, akár csak egy jottányival is. És hogyha erre a válasz igen, na akkor rendben vagyunk. Tehát ez is lehet az élet értelme, illetve feladata, azt gondolom. Ez egyik megközelítési lehetőség. A másik, amiről szintén mint ilyen alapvető fontosságú hankisi gondolatról érdemes megemlékezni, van egy metaforája Hankisnak a szabadságról, ami úgy szól, hogy a szabadság az olyan, mint egy állandóan beomlani készülő bánya, egy tárna, ahol már repedeznek a tartóoszlopok, és már dől a fal,
és hogy újra és újra és nap mint nap küzdenünk kell azért, hogy ezeket a támpilléreket megerősítsük, hogy megakadályozzuk a fal és a mennyezet beomlását. Tehát, hogy a szabadság az egy állandóan kivívandó, megerősítendő feladat jellegű dolog, és azt hiszem, hogy ez napjainkban aztán igazán aktuális. Ezen felül, amit még nagyon sok mindent hallottunk már a kötetről, amit még ezzel kapcsolatban mindenképpen érdemes elmondani, hogy nagyon nagy érdemei vannak itt a kőszegieknek e kötet létrejöttében. Tehát, hogyha megnézzük a tartalomjegyzéket, akkor azt látjuk, hogy a felkért szerzőknek közel a negyede kőszegi illetőkészségű, tehát közvetlenül kapcsolódik a Felsőfokú Tanulmányok Intézetéhez, illetve a kötetnek a technikai munkálataiban is, tehát például fordításokban, válogatásban nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk kőszegtől. Most nem fogom felsorolni mindazok nevét, akiknek köszönettel tartozunk, mindenki tudja, hogy kikre gondolok. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy gyakorlatilag másfél év munkája van ebben a kötetben, mert ezt 17 január-februárjában kezdtük el az ezzel kapcsolatos munkát, tehát akkor mentek ki akkor voltak az első megbeszélések, hogy mégis mit akarunk, hogy képzeljük, akkor mentek ki az első felkérések a tervezett szerzőknek. A szerzőlista nyilvánvalóan egy ilyen projektnél az értelemszerű többször módosult, mert jó lehet, mindenki nagyon lelkes volt, és nagyon sokan örömmel vettek részt, sőt, hát mindenki örömmel vett részt a projektbe, de voltak olyanok is, akik ilyen vagy olyan okokból visszautasították a felkérést, részben idős emberek, akik egészségi problémákkal küzdöttek, részben valakik, akik nagyon nagy szabású munkákban voltak, és egyszerűen nem tudtak kipréselni annyi időt, hogy hozzájárulhassanak a könyvhöz. De az összeálló szerzőgárda végül is úgy gondoljuk, és azt reméljük, hogy sikeresen le tudta fedni legalább a legfontosabb területeket a hankisi életműből. És itt csak pár szót mondanék arról, hogy körül milyen jellegű írások kerültek be a kötetbe. Most ugye a nagy blokkokat már hallották, tehát hogy vannak a személyes jellegű emlékezések, ahol elsősorban a hankis elemér, mint ember jelenik meg, ahol barátok és nem feltétlenül szakmabeli barátok beszélnek az ő a vele kapcsolatos élményeikről. És a következő blokkokban, ahol tanulmányok szerepelnek, Ott azt próbáltuk megcsinálni, hogy Hankis Elemér nagyon sok mindennel foglalkozott, a szociológiától az irodalomelméletig és a filozófiától a politikáig, tehát most nem fogom ezt se felsorolni, hogy mi mindennel, de azt próbáltuk megcsinálni, hogy vagy egy-egy tudományterületet, amit ő művelt, rábíztunk egy-egy ugyanazt a tudományterületet jól ismerő szakemberre, hogy azt írja meg, hogy mi ezen a területen Hankis Elemérnek a hozzájárulása, tehát ilyen életmű szinten. Akár az irodalomtudományhoz, vagy a szociológiához, vagy az egyebekhez, vagy pedig az volt a kérésünk, hogy egy-egy konkrét hankis művetet, egy-egy kötetet elemezzen, illetve gondoljon tovább, esetleg bíráljon, avagy dicsérjen. És a harmadik fajta írás, erről már volt szó, az pedig olyan, hogy egy-egy hankisi gondolat továbbvitele, továbbgondolása a mai kor kihívásaihoz való applikálása. És valóban az egy nagyon szerencsés gondolat volt, én is úgy hiszem, hogy egy nagyon komoly, tehát mennyiségileg is nagyon komoly, azt hiszem 13 interjú van a kötetben, és ezek közül némelyik igen hosszú, tehát terjedelmesek, hogy ezt beleszerkesztettük. Ezt is ugye mondtam, hogy a kötet szerkesztője, nem mindent én találtam ki természetesen, tehát volt egy kis csapat, akikkel együtt dolgoztunk, és mindenki hozzáadta a maga ötletét. És ez rögtön a kezdet-kezdetén így megfogalmazódott, hogy az interjúkból nagyon sok minden tudna majd profitálni a majdani olvasó. És hogyha ezt majd többen is megerősítik, hogy ez így van, akkor mi nagyon fogunk ennek örülni. De jelen pillanatban úgy érezzük, hogy valóban ez sikerült, mert azokban az interjúkban tényleg millió-millió téma felmerül,
és egy picit megvillan a Hankis Elemér magánemberi volta is, meg az a rendkívül színes tudós egyéniség és közéleti ember, aki ő volt. Emellett még én egy picit nagyobb hangsúlyt tennék arra a két dokumentumra, amit a kötet végén közöltünk. Ezek ugyanis túl azon, hogy igen, ezt az elkötelezett, ám nem táborok mellett elkötelezett, hanem inkább a tisztesség, a politikai korrektség, és most nem a PC-re gondolok, hanem egy ennél általánosabb politikai korrektségre, illetve az erkölcsi tartás a politikában. Tehát, hogy ennek olyan dokumentuma ez a két levél, két nagyon rövid levél egyébként, amit hosszas töprengés után nem is tettünk mellé másikat, mert lett volna még bőven, tehát tudtunk volna úgymond dokumentumokat még közölni, de úgy éreztük, hogy ez a kettő, ez önmagában olyan erős és olyan töményen mond el valamiket Eleméről, hogy ha bármit mellé teszünk, akkor azon már csak higítjuk. Úgyhogy végül is azért maradt ez a dokumentumok fejezet ilyen szikár, hogy és ilyen vékonyka, mert ez végülis pár oldal ez az egész. Igen? De azt nem áruljuk el, hogy mik ezek, ugye? Azt majd kiderül. Jó, egyébként nem titok, ezek politikai jellegű levelek. Nyílt levél az egyik, a másik pedig egy magánlevél. Az egyik egy köztársasági elnökhöz, a másik pedig egy miniszterelnökhöz. Íródott, vagy címzett.